Hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval, és most bizony ebben a videóban nem más lesz, mint egy rendőrautót kell elvileg megkerestünk a Minecraftban, amiben elvileg egy gonosz szörnyeteg van, és hogyha minden igaz, nekünk azt a gonosz szörnyet be kell zárnunk egy biztosabb helyre, hogy ne legyen, hogy is mondjam, tehát az a rendőrautó, ahol most ő van, az elvileg nem teljesen biztos, hogy ő ezt megfogja, és onnan elvileg ő majd ki fog tudni szabadulni. Szóval nekünk mielőtt ő kiszabadulna, el kéne kapnunk valahogy, és bezárni, és így is van. Amúgy azt nem mondtam el, de ott, ahol kezdtem, volt egy nyíl, ami errefele mutatott, és azért kellett ugye erre jönnöm. Szóval! Itt van egy falu, elvileg itt lesz valahol majd a gonosz szörnyetek, kaját sajnos nem kaptunk, szóval nem tudom, hogy majd hogyan kéne majd ezt elintézni. Gyors viszont beszaladok a kovácsokhoz, mert lehet, hogy talán náluk lesz valamennyi kaja, hogyha szerencsém van. Ó, lol, oké, és kaptunk egy íjat, van még egy kovács, na várjatok, azt tudom, hogy van még egy kovács, hogyha jól láttam onnan távolról. Várjatok, elfogyott a kajám, nem ár, itt a izéből, amit nem bírok kajálni. Hol van? Nincsen még egy kovács? Hát srácok, lehet, hogy úgy tűnik, hogy nincsen még egy kovács. És ott van, de igen, van még egy izé, és ott van a rendőrautó, srácok. Ott van a rendőrautó, okés, gyors izé. Gyors ide benézek. Oh, jó, jó, kaptunk elegendő király cuccot, szerintem azért ez eléggé epikus kezdésnek tűnik. Gyors, ezt be is kajálom, mert eléggé rossz lett volna, hogyha kaja nélkül vágunk neki ennek az egészeknek bármiféle védelem nélkül. Szóval nézzük is meg, hogy ez... lol, várjátok, itt van egy piros X, oké. Okay. Nem látom, szerintem biztos, hogy bujkában. Srácok, ez be van fedve obszidiánnal. Na mindegy, akkor nézzük meg, hogy mit rejt ez a piros X, aztán talán ebbe így is van. Ebbe van egy könyv, oké, okay, királyság. Találd meg a csákányt, amivel bejuthatsz, és zárd be a gonoszt. Jó, és ez a csákány vajon hol van elrejtve, mert most így itt van egy egész falu, ahol végig kereshetem, hogy pontosan hol lehet ez a csákány, az összes házat átnézhetném, de most így nekem pontosan nem tudom. Jó, mindegy, megpróbálok srácok minél több házat átnézni, és talán rábukkanunk a csákányra, de hát... Ez rettentő nagy, szóval nem tudom. Szóval nem tudom, lehet, hogy amíg megtalálom, addig én fogok itt egy vágást csinálni, mert amennyit öd idő alatt én ezt átvizsgálom, na mindegy. Mindegy. Megpróbáljuk akkor a lehető legtöbbet kihozni magunkból, és talán majd meg is tudjuk találni, hogyha nagyon királyak leszünk. Na mindegy, srácok, addig elmondom, hogyha esetleg küzdötek nekünk, vagyis hogy is mondjam, bíztok benne, hogy lol, na, megtaláltuk, szerintem biztos, hogy erre kell menni, erre piros gyapjuk vezetnek, jó. Srácok, azt akartam mondani, hogyha esetleg bíztok bennem és drukkoltok, akkor már most dobhattok egy lájkot a videóra, ezt úgymond szurkolás gyanánt, vagy nem is tudom, akkor látom, hogy hány Danista van, aki ugye drukkol nekünk és szurkol, hogy meg ki tudjuk vinni a videót, szóval, ja, ezzel tudok engem mindig biztatni. Jó, itt azért óvatosan kéne menni, hogy nehogy leessünk, királyság. És oké, meg is van a chest, és megtaláltuk, srácok, királyak vagyunk, jó. Megvan a izé, megvan a csákány, amivel bebírunk jutni. Van ebbe egy kar is, jó. Megvan ugye az ajtó, a bedrockok, és kaptunk ópiamát, meg egy kis gyémántot is. Nagyon király. Ugye ezek az alapanyagok kellenek majd ahhoz a börtönhöz, gondolom. De ugye ez eléggé logikus, amivel majd őt bebírom zárni egy sokkal biztonságosabb helyre, mert azért egy bedrock mégiscsak jobban véd, mint egy obszidián, és elvileg ennek a szörnynek van szerintem olyan nagy ereje, hogy kibírjon majd onnan jutni. Szóval ja, a biztosra kell menni, de jó, mindegy, akkor már ebből az obszidiánból fel is használok, vagy bedrockból fel is használok egyet. Na nézzük srácok, hogy milyen szörnyetek lapul itt bent. Jó, kiütöm akkor az ajtót. Igen, itt is van, srácok, ki ez? Error 44, úristen, milyen ijesztő neve van. Jó, oké, minél gyorsabban meg kéne akkor gyors csinálni azt a börtönt, mielőtt szétégeti az egész várost. Jaj, mondjuk lehet, hogy butaságot csináltam, most jutott eszembe. Előbb kellett volna megépteni a börtönt, mielőtt kiengedem. Na, de jó, ezt most elrontottam. Na mindegy. Szóval, ja, de jó, elrontottuk. Na mindegy.
Most már sajnos ez lesz, gyors, megcsináljuk a... De jó, hogy közben jön engem is. Lövöldöz, gyors, akkor meg kell csinálnunk a börtönt, és valahogy majd be kell ide zárni. Csak nehogy elrontsuk, mert ugye bedrock, és ezt már nem nagyon tudjuk visszavonni. Nekem is hát nincsen bedrock ütő képességem, meg semmi. Szóval, jó, 1x64 elfogyott, jó. Ezzel még gyors így beízélem így az oldalait is, amennyire csak tudom szépen lefedem, mert... Aj, nem kéne itt izélni, nem kéne megadni arra a lehetőséget, hogy ő bárhogy is kibírjon jutni. Jó, egyelőre még az ajtót nem rakom be szerintem, és rombolja tovább a várost. Egyelőre még az ajtót nem rakom be, mert inkább majd azt berakom azután, amit utána valahogy bebírtam azt a... Srácok, hogy szétrombolta ezt a szegény falut? Hogy szétrombolta is a... izékből az NPC-k meg itt égnek. Menekülj! Menekülj, menj be a vízbe! Menj be a... vízbe. Bocsánat, nem én voltam, ez a gonosz szörny volt. De srácok, hogy kéne őt oda becsalogatni? Hallod? Halló? Halló? Hallasz engem? Halló? Halló? Gonosz szörny, error, szia! Szia, hallod? Nyugodj már le! Hallod, nyugodj már le! Meneküljetek már ti meg! Meneküljetek már, hallod? Állj meg egy kicsit! Állj meg egy kicsit, hadd beszéljünk! Halló? Jó, szia, hello. Na, kedves... jó, ez nem úgy tűnik, hogy nagyon beszélgetni akarna. Kedves Error, jó napot kívánok! Én a... nem tudom, és körülbelül dobálnak engem itt a izé. Az ilyen viccsek meg ilyenek, menj már innen! Menj már innen! Nem? Jó, úgy van, na. Kedves Error, szia, figyelj, arra... Vaj, hol volt egy... Nézd, ott van egy tökéletes szálloda, amit pont neked... Nem érdekel. Aha, jó, mivel tudnálak téged érdekeltetni? Van olyan dolog, ami érdekelne téged amúgy? Vagy úgy nincs, értem. Hallod, ott vannak gonoszságok, az se érdekel? Illetve de, na, srácok, van ami érdekli, na mi érdekel? Mondjad, mi érdekel? Egy valami van, na mi? Na mi? Mondjad, mi az, ami érdekel téged? Megadom, a világuralom. Ott van a világuralom, abba a izébe. Jó, hallod, ott a világuralom, nézd, hogyha oda bemész világuralom teret szert, gyere, megmutatom, hol vagy, gyere, nézd, gyere, te hallod, ne lávázz, na, nézd, gyere, nézd ezt a izét, hol vagy, halló, hova tűnt, itt van, na, szia, nézd, itt bent világuralomra törhetsz, esküszöm, tényleg, menj be, nézd meg, látod, ott vannak bent a világuralomra törhető eszközök. Menjél már! Na, bement, jó. Ne! Jó, ne! Hagyj már! Srácok! Ne már! Ne! Engem nem fog... Srácok! Ez szerintem rájött a tervünkre. Jó, akkor ki kéne valami más találni? Nem tudom, hallod? Mit találjunk ki? Istenem, nem tudom, mit találjak ki. Várjatok, van egy olyan ötletem, mi lenne, csak ezt hogy csináljam meg? Aj, ezt nem tudom megcsinálni, arra gondoltam, hogy csinálnánk ide egy lány nullt, vagy errort, és azt mondanánk, hogy izé, ott van a barátunyeben, vagy valami. Aj, srácok, nem tudom tényleg, hogy mivel tudnám becsalni őt. Na várjatok, gyémánt, nem érdekel? Gyémánt biztos nem érdekli, hát miért érdekelné őt a gyémánt? Hol van? Gyere már le, hallod? Hallod? Gyere már be abba izébe! Esküszöm, tök jó buli! Gyere már be! Na, menjél, csak nézd meg! Csak menj be! Tegyél egy próbát! Na, kösz! srácok, most benn maradt, de nem tudom, hogy ez most ilyen örök valóság, hogy benn tud maradni. Na, várjátok, ki kéne cserélnem. Istenem. Várjál már, hallod? Hogyha hátrébb mész, akkor jobb dolgokat... Ó, Istenem, hogy cseréljem ki? Na, várjátok, menj hát... Ne. Istenem, ne, de ez így nem jó, ez így nagyon nem jó, ez így, Istenem, jó van, csá, tökéletes, itt még van ilyen kis, nézd, van egy kis kilátója is, milyen aranyos, Istenem, jó, ezt meghagyom neked, hogy tudj egy kicsit levegőzni, azért mégiscsak érted, hello, hogy vagy, srácok, ez nagyon vicces, hát jó, akkor szerintem be tudtuk zárni, ennyi volt a nagy küldetés, szia. Hogy vagy? Nagyon vicces, hát jó! Srácok, akkor elvileg szerintem ezzel meg is tudtuk oldani, és be is van zárva null, és akkor ettől már nem kell nagyon félnünk, legalábbis nagyon remélem, hogy ki fog innen, nem tud kijutni, nem tud innen kijutni, na. De össze-vissza beszélek. Nos, srácok, hát akkor nagyon-nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok ebben a videóban, hogy tetszett. Csapostok egy lájkot, te hallod? Menj már arrébb. Mit dobott rám lassúságot? Menj már arrébb, ne bánts engem. Na, srácok, hogy tetszett a videó, csapostok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és csekkoljátok le a többi videómat, és ja, a nagy csatornámat is, és mindent. Szóval, ja, köszi szépen, hogy itt voltatok.
jó nyarat, meg mindent. Sziasztok! Ha szeretnél a csatorna tagja lenni és teljes jogúan úgymond bekerülni a mi kis csapatunkba, akkor ezzel a csatlakozás gombbal itt megteheted, rámész erről, hogy csatlakozás, itt van, hogy miket fogsz kapni ezzel, ezzel is úgy tudsz engem támogatni, és még tovább fent tudom nektek tartani a csatornát.